A Viking turisták egy 3-tól 6 főig játszható kártyajáték, amelyben a játékosok célja, hogy saját családtagjaikat egy csapatba gyűjtsék, és akinek ez elsőnek sikerül, indulhat a nagy utazásra. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, és 120 darab játékkártyát, amelyből 90 viking kártya, 30 pedig akciókártya. A kártyák 6 különböző színben fordulnak elő, minden szín ugyanolyan kártyákat tartalmaz, 15 darab viking kártyát 1-től 15-ig számozva, illetve 5 darab akciókártyát. Annyi szint válaszunk, ahány játékos van. Tehát például egy 3 fős játék esetén a játékosok válaszolnak 3 szint, az ahhoz tartozó lapokat gyűjtsék össze, többit pedig tegyék vissza a játék dobozában, nem lesz rá szükség. Ezután minden játékos kapjon egy 1-es értékű kártyát, és minden játékos kapja meg a színéhez tartozó 5 akciókártyát. A játékosoknak az 5 akciókártyából csak 4 áll majd a rendelkezésükre a játék folyamán. A játék elején ebből az 5 akciókártyából egyet véletlenszerűen ki kell választani, azt a játékosok képpel lefele helyezik maguk elé, a többit pedig képpel felfelé. Tehát a zöld játékos számára ez az egy akciókártya nem áll rendelkezésre, de a többi igen. Minden játékos tehát egy 1-es értékű viking kártyával és 4 felhasználható akciókártyával kezd, egy akciókártya pedig le van fordítva. Az összes többi kártyát, tehát minden szín 2-től 15-ig terjedő értékű lapjait egy pakliba kell belekeverni, majd az így kialakult pakliból minden játékos kapjon 12 kártyát. Az így kapott lapokat a játékosok kézbe veszik úgy, hogy a többiek ne lássák, mi van azokon. A kiosztás után a pakliban megmaradt lapokat rendezetlenül a játéktér közepére kell helyezni. Ez az úgynevezett tábor. Ez egy sorozatépítő játék, amelyben a játékosok maguk előtt egy 1-től 15-ig terjedő viking sort próbálnak kialakítani, és a győzelemhez 4 feltételnek kell teljesülnie, egyrészt nem lehet egy lap sem a kezünkben, minden akciókártyát fel kell használni, a vikingeknek 1-től 15-ig előttünk kell lenni, és ha ez a 3 feltétel teljesül, még ki kell várni, hogy az utánunk lévő játékosnak a köre is véget érjen, és ha nem tud módosítani a mi teljesített feltételeinken, akkor zárul győzelemmel a játék. A kezdőjátékosra kezdve a játék az óramutató járásával megegyező irányba halad, és minden játékos a körében egy akciót hajthat végre. A játékosok akció lehetőségeit a kézben tartott lapjaik határozzák meg. A sorozatokat csak egyesével lehet növelni, tehát a zöld egyesre csak zöld kettes tehető, a zöld kettesre majd zöld hármas, és így tovább. De minden játékostársunk lapját figyelembe kell venni ahhoz, hogy megállapítsuk, milyen akció lehetőségünk van. Az egyik ilyen lehetőség, hogy a saját sorozatunkat nem tudjuk folytatni, viszont másét igen. Például itt zöld kettesünk nincs, nem tudjuk a sajátunkat folytatni, viszont van nálunk lila kettes, az azt jelenti, hogy az ellenfelünk itt folytathatjuk. Ilyen esetben kötelező kijátszanunk azt a kártyát, amivel egy ellenfelünk sorozatát növeljük. Tehát fogjuk, és ezt a lila kettest ráhelyezzük az ellenfélnek a sorozatára. Ha saját sorozatunkat nem tudjuk folytatni, de az ellenfelek közül akár több sorozatot is folytatni tudunk, akkor is csak egy kártyát választhatunk. Tehát ha például most nálam lenne a lila 3-as, meg a piros 2-es is, akkor én döntöm el, hogy melyiket folytatom. Így tehát csak egy kártyát játszhatok ki. Ennél a lehetőségnél akciókártya nem használható, és nem cserélhető ki kézben tartott kártya táborban lévővel. Egy másik lehetőség, hogy amennyiben a saját sorozatunkat is tudnánk folytatni, meg egy ellenfelünkét is, akkor mi dönthetjük el, hogy melyik sorozatot folytatjuk, a sajátunkat vagy egy ellenfelünkét, de egy viking kártyát mindenféleképpen ki kell játszanunk. Ebben az esetben sem játszható ki akciókártya, és nem cserélhető ki kézben tartott kártya táborban lévővel. Tehát például dönthetünk úgy, hogy az ellenfelünk sorozatát növeljük. Újabb lehetőség, amikor csak a saját sorozatunkat tudjuk növelni. Tehát sem a piros 3-as, sem a lila 3-as nincs nálunk, de a zöld 2-es itt van, tehát a saját sorozatunkat tudjuk növelni. Ilyen esetben 3 választási lehetőségünk is van. Az egyik, hogy kijátsszuk ezt a kártyát a saját sorozatunknak a tetejére. A másik lehetőség, hogy az akciókártyák közül kijátszunk egyet, a harmadik pedig, hogy lecseréljük egy kézben tartott kártyánkat egy táborban lévő falubeli kártyával. A csere úgy történik, hogy kiválasztunk egy lapot a kezünkből, azt a tábor mellé lehelyezzük, hogy mindenki lássa, mi az, amit lecserélünk, tehát mi fog a táborba kerülni. Ezután véletlenszerűen választunk egy lapot a táborból, azt a kezünkbe vesszük, ezt az eldobott kártyát pedig bekeverjük a táborba. Az is előfordulhat, hogy senki elé nem tudunk lapot kijátszani. Most például, ha nincs nálunk sem a zöld 2-es, sem a piros 3-as, sem pedig a lila 3-as, akkor 2 akció lehetőség közül választhatunk, vagy kártyát cserélünk, tehát a kezünkben lévő kártyák közül kidobunk egyet, és a táborban lévőkből felhúzunk egyet, a kidobottat pedig bekeverjük a táborba, vagy pedig egy akciókártyát játszunk ki. Az akciókártyákon a következő lehetőségek vannak. Valaki egy körből kimarad. Aki ezt választja, lefordítja a kártyáját. Jelez, hogy ezt már többször nem használhatja, megnevez egy játékost, és az, amikor legközelebb sorra kerül, kimarad,
az öt követő játékoson a sor. Attól, hogy valaki kimarad, még lehet elég kártyát kijátszani, tehát a sorozata az folytatódhat, és a játékos egymás utáni két körből nem maradhat ki, tehát egymás után közvetlenül nem választható ugyanaz a játékos ennek az akciókártyának a célpontjául. Egy másik akciókártyával valaki eldob egy vagy két lapot. Minden akciókártya egyszer használatos, le kell fordítani. Az ezt az akciót kijátszó játékos megnevez egy játékost, akár saját magát is. Ennek az akciónak a kijátszásakor legfeljebb két kijátszott lap dobható el. Ez azt jelenti, hogy a játékos vagy megnevez egy játékost, és annak egy vagy két már kijátszott lapját eldobatja, vagy pedig megnevez két játékost, és azok egy-egy kijátszott lapot eldobnak. Például, ha a zöld játékos úgy dönt, hogy mind a kettő játékos dobjon el egy-egy lapot, akkor a sorozat tetejéről a legfőső kártyát be kell keverni a táborba. Egyes kártya nem dobatható el. A következő akciókártyával valaki húz egy vagy két lapot. Az ezt kijátszó játékos kiválaszt egy játékost, aki a táborból véletlenszerűen húz egy vagy két lapot. Ha valaki egy így felhúzott lapot azonnal kijátszhat a saját sorozatára, azt meg is teheti. Az ezt az akciót választó játékos dönthet úgy is, hogy két különböző játékos húzon egy-egy kártyát a táborból. A következő akció lehetőség, hogy valaki más megkapja egy vagy két lapját. Ennek az akciónak a kijátszásakor az előzőekkel ellentétben muszáj más játékost választani, és az a játékos a sorozata tetejére azonnal megkapja a következő egy vagy kettő kártyát. Ez azt jelenti, hogy ezek a kártyák akárhol is vannak, azonnal bekerülnek a sorozatba. Például, ha ez a játékos azt mondja, hogy ő kapja meg a sorozatának a következő két kártyáját, akkor először is mindenki megnézi a kézben tartott lapjait, hogy ott van-e a piros kettes. Ha nincs, akkor meg kell nézni a tábort. Itt van a piros kettes, azt megkapja. A többi lapot visszahelyezzük és jól megkeverjük. A piros hános pedig ennél a játékosnál volt, így a kezéből kijátsza azt. Az utolsó akció lehetőség pedig a pakli csere két viking család között. Ilyenkor az ezt kijátszó játékos megnevez két játékost, és azok megcserélik a pakliaikat. Választhatja magát is, tehát például mondhatja, hogy ők ketten cseréljenek paklit, és innentől kezdve ez a játékos gyűjti a piros sorozatot, ez a játékos pedig a zöldet. Így tehát előfordult, hogy a játék folyamán nem a kiindulási színünket gyűjtjük tovább. Az akciókártyák ettől függetlenül nálunk maradnak, azok nem cserélnek gazdát, és továbbra is ugyanazok az akció lehetőségek állnak a játékosok rendelkezésére, mint eddig. Amikor a játékos az utolsó kártyát is kijátsza, be kell, hogy jelentse, hogy nincs kártyám, és ha még nem teljesítette az összes győzelmi feltételt, akkor amikor legközelebb sorra kerül, nem hajtott végre akciót addig, amíg a táborban vannak kártyák. Ilyenkor muszáj onnan húzni egyet véletlenszerűen, de amennyiben egy játékosnak már nincs lap a kezében, minden akcióját elhasználtam, és az előtte lévő sorozat tetején a 15-ös kártya szerepel, akkor még meg kell várni a tőle balra ülő következő játékosnak a köre végét, és hogyha a következő játékos a köre végéig nem módosítja a teljesített feltételeket, akkor a játék azonnal véget ér, és ez a játékos a győztes. Ez az utolsó feltétel nagyon fontos, hiszen például ha teljesítettük a három feltételt, nincs aktív akciókártyánk, megvan a sorozatunk és nincs lap a kezünkben, akkor az utánunk lévő játékos az akciókártyáival még lapokat húzhat fel velünk, elcserélhetheti a teljes paklinkat, vagy csak lapokat dobhat el a tetejéről. Így ügyesen kell időzíteni, hogy az utánunk lévő játékos már ne akadályozza meg a győzelmünket. A játék elején minden játékos az akciókártyái közül véletlenszerűen kiválasztott egyet, amit abban a játszmában nem használhatott. Ez játékosonként eltérő lehet, viszont játékvariánsként megbeszélhetjük a többiekkel azt, hogy minden játékos ugyanazt az akciókártyát fordítsa le, így minden játékos számára ugyanazok az akció lehetőségek állnak rendelkezésre a játék folyamán. Összefoglalva, tehát egy játékos körében négy lehetőség állhat fenn, vagy csak más elé tud lapot kijátszani, ilyenkor ezt meg is kell tennie, ha több játékos elé játszhat ki, akkor választhat. Egy másik lehetőség, hogy maga elé is ki tud játszani a lapot, de mások elé is, ilyenkor is ki kell játszani egy lapot, eldöntheti, hogy kinek a sorozatát fogja folytatni. A harmadik lehetőség, hogy csak saját maga elé tud lapot kijátszani, ilyenkor három lehetőség közül dönthet, vagy kijátsza ezt a lapot maga elé, vagy felhasználja az egyik rendelkezésére álló akciókártyáját, vagy pedig lecserél a kezéből egy lapot egy táborban lévő lapra. A negyedik lehetőség pedig az, hogy senki elé nem tud lapot kijátszani, sem maga, sem egy játékostársa elé, ilyenkor két dolog közül választhat, vagy akciókártyát játszik ki, vagy cserél a táborból. Aki pedig a négy győzelmi feltételt elsőként teljesíti, nyert. A Viking turisták egy nagyon szórakoztató kártyajáték. Rengeteg interakció van a játékosok között, folyamatosan figyelni kell, hogy kinél hol tart a sorozat, az akciókártyák felhasználásának ügyes időzítésével pedig fenekestül forgathatunk fel egy-egy játékállást. Hangulatos, vicces, de közben gondolkodtató játék a Viking turisták.